A tavasz érkeztével a szezonális sportágaknál beköszönt a nagyüzem, így van ez például a labdarúgókkal is, akik a hétvégén startolnak a nemzeti bajnokságban. De a szinkronúszóknál is elindul lassacskán az idény. Az Orca SE versenyzői már hosszú hónapok óta gyakorolják a 2013-as kürjeiket, melyekből néhányat a decemberi Orca gálán már megismerhetett a nagy érdemű. Az új kürjeinknek a nagy részét a szülők már láthatták a karácsonyi gálánkon, és hagyományosan ezeket fejlesztettük tovább, és ezekkel fogunk itt bemutatkozni. A komoly készülődés oka pedig egyszerű, március második hétvégén rangos nemzetközi viadalnak ad otthont az Egyesület és a Csitári GM-ér úszoda. Az előzetes nevezések alapján több országból érkeznek majd versenyzők, de az Orca mellett a legtöbb magyar egyesület is képviselteti magát az Orca Cup 2013 elnevezésű versenyen. Március 9-én rendezzük a 16. Orca kupát, ami most az idén is nemzetközivé tettünk. Akik már jelezték résztvételüket, azok az osztrákok, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Izraelből várunk résztvevőket. Pontos nevezést azt most készítjük el kollégáimmal, körülbelül 60 versenyzőnk fog a hétvégén vízbe ugrani, és körülbelül összesen 600 versenyzőt várunk ide Székesfehérvárra. Természetesen ismét dobogós helyezéseket szeretnénk elhozni, valamint azt, hogy a feljebb lépett versenyzők, akik korosztályt váltottak, ők is megállják a helyüket. Március 9-én szombaton, tehát a kisebbek, míg 10-én vasárnap a nagyobbak ugranak majd vízbe a várhatóan Mamut mezőnyben, ahol a fehérvári szinkronuszok számára a dobogós helyezések gyűjtögetése a cél, hiszen egy jó rajtot követően önbizalommal telve lehetne nekivágni a szezon további részének.